Drogkereső kutya szimatol a ház előtt, a következő képen pedig már bilincsben kísérik az egyik gyanúsítottat. A két férfit tavaly fogták el Tolnán, egyikőjük helyi volt, a másik Akasztóról érkezett, ő volt a díler, az egyik legkeményebb drogból adott el a tolnai férfinak 50 grammot. A kábítószer gyanús anyagról megállapította a szakértő, hogy az 50 darab kis tasakokba elcsomagolt fehér porosz kokain tartalmazott. Mindkét férfivel szemben kábítószerkereskedelem büntet elkövetésének megalapozott gyanú miatt indult eljárás. A tolnai férfival kapcsolatban az is felmerült, hogy egy edzőteremben tiltott teljesítménynövelőket árul egy ismerősével. A rendőrök ezért ott is házkutatást tartottak. Mutatjuk a fotón, mit találtak. Egy szívnyi szteroid és készpénz is volt a teremben. Számos tiltott teljesítményfokozószert, valamint olyan egészségügyi terméket találtak, amelyek Magyarországon nincsenek forgalomban. Mindkét férfivel szemben eljárás indult tiltott teljesítményfokozószer birtoklása, illetve azzal való visszaélés büntet elkövetése miatt, valamint a 43 éves tolnai férfivel szemben egészségügyi termékhamisítása büntet miatt is eljárást indítottunk. A három férfi ügyeiben indult nyomozást most zárta le a rendőrség. Mindannyiuk ellen vádemelést javasoltak a nyomozók az ügyészségnek. A gyanúsítottak egyelőre szabadlábon védekezhetnek.